A járványhelyzet szokatlan megoldásokat is követelt az önkormányzatoktól. Változtak a prioritások, sok esetben át kellett csoportosítani a költségvetésben meghatározott pénzcsomagokat, gyorsan reagálni a változó helyzetre. A témáról Észak-Komárom polgármesterével, Keszeg Bélával beszélgetünk. Melyek voltak az első jelek, hogy nehéz év jön az önkormányzat szempontjából is? Az önkormányzatok működése viszonylag szervesen kötődik a gazdaság működéséhez, hiszen a jövedelemadóknak egy része van visszaosztva az önkormányzatoknak. Ebből adódóan a gazdaság működése pár hónapos csúszással erősen megjelenik az önkormányzatok munkájába. Nagyon nehézé teszi ezt a tervezést. Tavaly évben a járvány megjelenésekor voltak elég horrorisztikus forgatókönyvek, majd később ezek kicsit enyhültek, és voltak bizonyos kompenzációs alapok, de legnehezebb igazából az volt a tervezés. Hogyan tervezzük, hiszen egy önkormányzatnál egy fejlesztés, egy bizonyos munka, egy éves költségvetésnek a része. Tehát nem úgy működünk esetleg, mint egy család, hogy 10-én a fizetésből megpróbáljuk beosztani, hanem nekünk éves szinten kell azokat a bizonyos feladatokat ellátni. Egy komáromi önkormányzat például, ha a hivatalt veszük, egy 150-200 főről beszélünk, de közvetlenül több mint 600 emberről gondoskodunk, és természetesen nagyon sokaknak a munkája, fizetése, gondolunk itt óvónőkre, sok minden másra, ezt terveznünk kell. És ugye sok esetben voltak itt olyan tevékenységek is, mint például sporttal kapcsolatos, itt a komora szerviz, vagy kulturális jellegű dolgok blokkolva voltak, és nem tudták azokat a bevételeket biztosítani, ami a költségvetésük része volt. Tehát egyrészt a gazdaságnak a kiesése, másrészt az a költségvetési kiesés, amit esetleg a jegyeladásokból, belépőjegyekből terveztek volna, elmaradt, és ez nagyfokú bizalmatlanságot okozott. Sok olyan dolog van, mint például a művelődési ház esetében is, hogy egy programnak a tervezése, szervezése, reklámozása, ez egy néhány hetes, hónapos átfutási feladat, és mikor meghirdették, akkor még lehetséges volt, majd mikorra már megvalósították volna, akkor ez elmaradt. Komárom városnak megvan az elfogadott költségvetése, a tavalyi évet kihúztuk, megmentettük, de megtettünk mindent azért, hogy elsősorban a családoknak a fizetését biztosítani tudjuk, hiszen az önhibájukon kívül itt szó esett szakácsnőkről, óvónőkről, nem tudták elvégezni a munkájukat, tehát úgy gondoltuk, hogy a családok az elsők, de bizonyos dolgokat vissza kellett tartanunk. Ezeknek egy részét megpróbáljuk olyan fejlesztéseket áthozni az idei évbe, de az idei év is tele van bizonytalanságokkal. Nem tudjuk, hogy mikor, milyenek lesznek a leállások, ebből adódóan az a pár hónapot átfutással milyenek lesznek a pénzkiesések. Most jelen pillanatban az elfogadott prognózisokkal dolgozunk, bízunk abba, hogy egyrészt a járványügyi korlátozások hoznak eredményeket, és némileg a vakcina nyugalmat hoz ezen a területen. Tehát nagy mértékben a jövedelemadók nem fognak kiesni, és így az önkormányzat elkezdheti azokat a fejlesztési programokat, amelyeket tervezett. Komárom több ilyen programot tervezett, annak ellenére, hogy a gazdasági ingoványos területen van, és annak ellenére, hogy sok helyen spórolni kell. Tavaly is nagyon sok fejlesztést tudtunk megvalósítani, és most is több van terve. Természetesen maximálisan megteszünk mindent azért, hogy a külső forrásokat mozgósítsuk. Azonban azt is hozzá kell tenni, hogy például sikeresek voltunk az erőd esetében. Közel 2 millió eurót tudunk mozgósítani, ami most fog megvalósulni, de ahhoz például egy jelentős önrészt is azért hozzá kell tenni. Tehát ezeket a feladatokat is mind összhangba kell hozni, de azt szeretnénk, hogy folyamatosan a munka menjen tovább, és bízunk benne, hogy az első fél évben egy kicsit stabilizálódik a helyzet, legalább olyan szinten, hogy tudjunk stabilan tervezni. Mert ha alacsonyabbak is a bevételek, de tervezhető, az sokkal jobban hoz egy kiszámítható helyzetet, az a bizonytalanság, azt gondolom, hogy a családok életében is, az önkormányzatok életében pedig fokozatosan az, ami különösen komoly kihívást jelent. Ősszel országos Covid-tesztelésre került sor Szlovákiában. Ilyet még senki nem szervezett a módban. Milyen feladatok hárultak az önkormányzatokra itt? Hogy élték meg ezt a nagyszabású akciót? Az országos tesztelésnél szinte minden az önkormányzatra hárult. Lényegében a teszteket biztosította a központ, de ezen kívül szinte mindennek a biztosítása az önkormányzat feladatkörébe tartozott. Az első részekben még a katonaság aktívan részt vett, tehát hozták a bizonyos dolgokat. Azért volt nagy kihívás, Komárom esetében mondjuk 31 állomáson kellett megfelelő mennyiségű embert beszervezni, ami aztán nagy nehezen sikerült, nagyon úgy tűnt, hogy az utolsó pillanatban is, hogy még lehet ezzel komoly fönnakadás, de hát emlékszünk arra, hogy Magyarországra érkeztek medikusok és sok minden más, az utolsó pillanatban sikerült megmenteni. Azóta az önkormányzatnak a teszteléssel nagyobb tapasztalata van, mi továbbra is a megfelelő előkészületekkel, adatbázisokkal ezt ellátjuk. Most is készek vagyunk arra, hogy az iskolákba a visszatérést biztosítani tudjuk. Sajnos nem tudjuk még, hogy mi lesz a jövő héten.
Tehát jelen pillanatban nem tudom azt megmondani, hogy pár nap múlva mi lesz, és ebben is nem tudok tervezni. Tehát készen állunk, minden ember adott. Szerencsére most nagyon jó az együttműködés a járáshivatallal, tehát a járási elöljáró sok dologba segít, ezért amit most az önkormányzat választ, az a célirányos tesztelés. Az elmúlt hétvégén például a városi hivatal, a járási hivatal és a városi cégnek az alkalmazottjait letiszteltük célirányosan, hogy a ünnepi pihenő után csak úgy jöjjenek munkába, hogy azok, akik esetleg pozitívak, otthon maradjanak. Most a hétvégén valószínűleg a pedagógusokat fogjuk tesztelni, hogy esetleg az oviba, de ha online oktatás is van, ők munkaközösségben együtt vannak, és azok lépjenek be a munkába, akik nem pozitívak, hogy nehogy esetleg később ezzel legyen fönnakadás. Tehát az önkormányzat ezeket a tapasztalatokat kihasználva biztosítani fogja a családoknak a tesztelést az iskola irányába, és célirányosan a jövőben is fogunk tesztelni, pontosan azért, hogyha kevesebb is a személyes kapcsolattartás, a hivatali munka menjen tovább, hiszen az életnek menni kell tovább, és most a következő hónapokban meg kell tanulnunk a vírussal együtt élni.